ő máshogy fejezi ki a szeretetét. Nem azzal, hogy mondjuk megkéri a kezem. És én ezt elfogadtam, és nekem ezzel nincsen az ég egyet a világon semmi bajom. Jó, néha van, de le tudom nyelni. Mondtam a volt feleségemnek, hogy akkor én szeretnék egy gyermeket, és azt mondja, hogy oké, jó, de előbb el kell venned feleségül. És akkor ide, tehát akkor sem hittem ebbe, és tudom, hogy a lányoknak ez nagyon, nőknek, asszonyoknak ez nagyon fontos. Neked nem jön természetesen. Nem. Ilyen anyai gondoskodás, anyai szeretet van bennem, ezt meg se tudom nagyon fogalmazni, de hogy már érzem, hogy ez így jön neki belőlem. Úgyhogy a gyerek téma még egyelőre azért várat magára, de érzem már, hogy most már szerintem lassan jönni fog. Vannak még dolgok, amiket még át kell agyban neki ahhoz fordítani, hogy ő meg tudja élni az anyaságát. Azt mondod, hogy ő még nincs kész arra, hogy anya legyen? Nem azt mondtam, hogy nincs kész, azt mondom, hogy nem teljesen van még kész. Infláció felett kamatozik megtakarítása, ha a prémium magyar állampapírba fekteti. Ez az állampapír garantálja megtakarításának értékállóságát. Az előző évi inflációt mindig meghaladó kamatozásának köszönhetően befektetése nem csak megőrzi reálértékét, de tovább is gyarapodik. A prémium magyar állampapír könnyen kezelhető, biztonságos befektetés kimagasló kamatozással. A részletekért látogasson el az állampapír.hu-ra. A Három Igazság Plusz mai vendégei Muri Enikő, szia, üdvözlünk, és a párod Tóth Szabolcs, de ő majd csak utánad jön, mindkettőtöknek, és most jön a Tomi reszortja, mert a szabályok. Ugyanazokat a témaköröket hozzuk majd elő, viszont te határozod meg a sorrendet majd, hogy melyik borítékkal kezdjük, és melyikkel folytassuk, de a Szabi is ugyanebben a sorrendben fogja ugyanezeket a témaköröket megkapni. És mindketten minden boríték megválaszolására 7 percet kaptok, ahogy ez mindig lenni szokott, és mindketten írtatok egy saját igazságot, amit közjegyzi jelenlétében lezártuk a borítékba. Zöldet szeretném. Zöld? Ó! Edinka, te kezded. Hát nem nagyon szoktam, de hát ha. Ó, igen. Mi az igazság? Egymáshoz valók vagytok? Kóra indul. Teljes mértékben. Következő kérdés. No, azért erről egy kicsit beszélgessünk. Teljes mértékben. Ugye sokszor megkapjuk azt, hogy köztünk azért van egy elég nagy korkülönbség. Ami mennyi? Számszerűség. Szám szerint legyünk jó fejek 15 év. És hogy ez, ha hiszitek, ha nem minket, ez egyáltalán semmiben nem korlátoz. Tehát nálunk tipikusan igaz az a mondás, hogy a kor az csak egy szám. Tehát, hogy ezzel nem kell foglalkozni. Tökéletes értékrendje van neki is, nekem is, és nagyon össze tudjuk ütköztetni ezeket. Tehát nincs baj. Ugye mindketten a Sugarloaf együttesnek oszlopos tagjai vagytok, tehát ha dolgoztok, ha magánéletetek van, akkor ti egy csomagot alkottok. Nem sok ez egy kicsit? Nem. Nagyon, tényleg nagyon szeretünk együtt lenni. Nincs olyan téma, amiről ne beszélgetnénk, újdonságokról, régi dolgokról, történelmi dolgokról. Tehát, hogy nagyon, nagyon, én iszom az ő szavait, ő pedig élvezi, hogy én iszom az ő szavait. Tehát nálunk ez... Akkor te egy ilyen rajongó típus vagy, ő pedig fürdőzik benne. Rajongok érte, de nem mint Tóth Szabi gitáros, fonogramdíjas művészemberért, hanem mint Tóth Szabiért, a lelkiért rajongom. Szóval, hogy ez tényleg így jó, ahogy van, és szerintem jövőjét keddig itt tudnék ülni és beszélni ami boldogságunkról, ami szerelmünkről, de hát ennyi időnk nincs. De egyébként visszatérve a korkülönbségre, ami szerintem is egyébként lényegtelen, de nekem az volt a benyomásom rólad már régóta, és régóta ismerjük egymást a tévéműsorokból, X-faktorból, meg stb. Még korámról is, hogy te azért mindig egy kicsit érettebbnek tűntél a korodnál, mert mint gondolkodást tekintve természetesen. Jól éreztem ezt? Ezt mikor még gyerek voltam, akkor is sokszor hallgattam, hogy én mennyire spirituális vagyok, hogy én mennyire, hát ez ilyen hülye szó rá, de hogy ilyen koravén vagyok.
Tehát, hogy sokkal másabb dolgok fontosak nekem, nem az, hogy a 66. tolltartóm éppen milyen színű, vagy hogy milyen ruhát veszek föl. Nekem ezek sose voltak fontosak. Nekem mindig az volt a fontos, hogyha valakinek a szemébe belenézek, akkor én ott mit látok? Ott csillogás van, vagy szomorúság van. Ha csillogás van, vele örülök, ha pedig szomorúság van, akkor meg akár együtt sírok vele. Tehát, hogy én annyira egy ilyen... És ez tényleg korabénység volt, vagy csak mások mondták annak? Tehát sok mindenki mondta azt, hogy sokkal érettebb vagyok a koronnál. Mióta vagytok ti együtt? Mióta mi alkotok egy párt? Három éve alkotunk egy párt, igen. És a Sugárlóf, mint zenekar, az olyan volt neked, hogy mint egy álom, ami teljesül, hogy tagja lehettél ennek az együttesnek? Kezdetben egy lépcsőfok volt az életemben. Egy nagyon kedves barátom írt egyszer egy könyvet, ami még nem jelent meg, de nagyon várom, hogy megjelenjen. És én ennek megkaptam a, hát mondjuk úgy kéziratát, amiben ő leírta azt, hogy az ő életét ő úgy tudná leírni, hogy mindig voltak lépcsőfokok. Ő egyébként egy színész fiatalember, aki most kinnél éppen Amerikába, és a legnagyobb álmát próbálja megvalósítani, és mindig voltak neki lépcsőfokok az életében, és például én is így tudom, hogy én 5 évig voltam, így tudom leírni, hogy 5 évig voltam szólóénekes, és 5 év után egyszerűen azt éreztem, hogy úgy megrekedtem, hogy most kell valami más, ahol nem egyedül vagyok, ahol én mindig egy csapatjátékosnak tartottam magam. Én nagyon szeretek csapatban, színházban játszom, ott is többen rakunk össze egy valamit, és nem az a lényeg számomra, hogy a siker az az enyém legyen, hanem a siker legyen közös, és ebben fürödjünk. És amikor jött ez a dolog, hogy én beszállok a Sugárlóf zenekarba, akkor én azt mondtam, hogy teljes mellszélességgel beleállok ebbe a dologba, mert én ezt akarom, mert tudom, hogy az én életemben ez egy olyan mérföldkő lesz, amit egyrészt biztos vagyok benne, hogy élvezni fogok, nagyon sok kihívás lesz benne, rengeteget fog belőle tanulni, és azt hiszem ennyi. Tehát, hogy ez volt a kezdőlöket, igen. És most már 5 év elteltével azt gondolom, hogy nem hozhattam volna ennél jobb döntést, hogy én lettem a Sugárlóf zenekar énekesnője. Oké. Hát hiszen szerelem is rendelem. Hiszen igen. 5 éve vagy a Sugárlóf énekese, és 3 éve alkottok egy párt. Mi történt az első 2 évben? Hát az első 2 év... Hosszú udvarlás? Nem volt hosszú udvarlás. Azt azért tudni kell, hogy Szabinak volt egy felesége, ők időközben elváltak, ráadásul ott van a kisfia, Olivier, tehát hogy nekik ezt a dolgot le kellett rendezniük, addig én még képbe se kerültem, tehát hogy nem. És ahogy ezt a dolgot ők elrendezték maguk között, onnantól kezdve jött az, és Szabi, hogy vagy, és hogy élitek meg, és tudok segíteni valamit. És ebből elindult egy ilyen anyáskodás, egy anyai féltés, óvás, hogy nehogy összetörjön, nehogy ez őt megviselje. Egyébként mindenkivel így vagyok az életben is, de... Hát amikor az ember lánya úgy érzi, hogy ül vele szembe valaki, és egyébként szimpatikus amúgy is, és akkor elindult a kémia, és aztán egy rövid időn belül viszonylag rájöttünk arra, hogy ez nem csak kémia, hanem szerelem is. Mennyi idős az ő kisfia? 14 éves. 14 éves, hát az egy kamasz ember, tehát az már igen. Komoly. És ti milyen viszonyban vagytok? Én azt gondolom, hogy jóban. Az ő... Olivier igényei szerint halad az ő és az én kapcsolatom. Én semmit nem akarok ráerőltetni. Ha ő nyit, azt én nagyon nagy örömmel veszem, ha nem, azt pedig elfogadom, hogy most ő épp nem abba van, vagy most nincs kedve, vagy más érdekli, tehát hogy ez engem nem. Bocsánat, nem intimpistáskodni akarok, de hát ül velem szembe egy ifjú hölgy, aki 3 éve együtt van a szerelmével, lesz Olivernek kis testvére? Én bízom benne, hogy lesz. Igen. Na és akkor jön a második félidő, Tóth Szabi a vendégünk.
Enikő meghatározta a sorrendet, úgyhogy nincs meglepetés, a zöldre kezdve. Igen, ő úgy döntött. Megmertem volna esküdni, hogy a pirosat kérjél először. Tényleg? Tuti. Na jól kezdődött. Ez a kedvenc színe? Egyébként szereti a pirosat, igen. Hát akkor mi az igazság? Na mi? Egymáshoz valók vagytok? Óra indul. Persze. Jó, akkor köszönöm. Jó, köszönöm. Mehetünk tovább. Egymáshoz valók vagyunk? Hát persze. Hát, tehát, ez egy 3 éves kapcsolat, de annyira intenzív 3 éves kapcsolat, miután együtt dolgozunk, egy munkahelyünk van, plusz a privát életünket is együtt éljük. Igen. Nem egy távkapcsolatban, nem, sat külön-külön, hogy én szerintem itt egy x2x3 simán odafér a 3 elév vagy után. Egymás rezdüléseit is ismerjük, tudjuk, hogy a másiknak mikor van nehezebb napja, vagy mikor kell rá jobban figyelni, vagy valami. De szerintem igen, mert kiegészítjük egymást is. A kérdésre válaszol, hogy egymásnak valók vagyunk-e, szerintem azért, mert egy kicsit a mi kapcsolatunk ilyen yin-yang. Tehát, hogy ami nekem fehér, az neki fekete, vagy fordítva, nagyon végletesek vagyunk mind a ketten, de abszolút tudunk középen találkozni, és el tudjuk fogadni egymás véleményét, egymás nézetét, és ezáltal jól tud működni. Az értékeink ugyanolyanok. Tehát, hogy szerintem egy ilyen tök jó sínen haladunk. Te magad vagy a Sugarloaf zenekar. Én ezt sose szerettem így kimondani, és én hát nem is szeretném. De hát azért így van. De valóban jó, vagy te vagy a zenekarvezető. Hát, valakinek azt mondják, hogy Sugarloaf, akkor a te arcodat azonosítja ezzel. Én a kezdetektől. Igen. És valójában Enikő az ugye 5 éve az énekese. Igen. És ti 3 éve alkottok egyben. Mi volt az első 2 évben? Hát az első 2 évben azért, tehát azért én egy házasságban éltem, és azért elváltam, elindultam egy úton, és valahogy azt vettük észre, hogy keresünk egymás társaságát. Nyitottak vagyunk egymásra a szó olyan értelmében, hogy figyelünk a másikra, hogy mit mond. Tehát amikor leülsz valakivel beszélgetni, én nagyon utálom azt, amikor azt érzem, hogy nem érdekli a másikat, hogy én mit mondok. Tehát, hogy a szeméből ki tudom szúrni, hogy ez csak úgy ott van, csak úgy meghallgat, de már mondaná, hogy vele mi van. És mi pedig már akkor is órákat tudtunk beszélgetni. És így szépen, nagyon, nagyon szépen lassan kialakult. Tehát kifolyóból a házasságodból befolytál az Enikővel való kapcsolatba. Magyarán. Annak idején, bocs, de hogy nem barátnőt castingoltál, hanem énekesnőt. Abszolút. Tehát, hogy én mindig is annak az elve voltam, hogy házi nyúlra nem lövünk. És az Enikővel is így indult a történet. Tehát nekem eszembe se jutott. Amúgy ez egy hülyeség, ez a házi nyúlra nem lövünk. Nem tudom, nincs benne tapasztalatom. Tehát de miért ellenezted korábban? Mert úgy gondolom, hogy egy munkakapcsolatba, egy párkapcsolatot belevinni nagyon-nagyon nehéz. Tehát, hogy nálunk az Encivel az egy érdekes dolog, hogy nagyon szét tudjuk szinte tudatosan választani, holott soha nem beszéltük ezt meg, hogy mi ezt tudatosan válasszuk szét a párkapcsolatunkat és a munkakapcsolatunkat, de valahogy tényleg úgy van, hogy amikor mi elindulunk turnézni, elindulunk koncertre, elmegyünk egy interjúba, bárhova, mi nem úgy viselkedünk, mint egy pár, hanem úgy, mint egy énekes, meg egy gitáros, vagy tehát mint akik tényleg effektíve együtt dolgoznak. De amikor ment ki, azt mondta, hogy nagyon szépeket mondja, mert én is nagyon szépeket mondtam rólad. Én szerintem eddig már mondtam, szépen mondtál. Szépen mondtál, minden jó, eddig jó. Majd a későbbiekben romlik ez a kép. Természetesen. Sejtettem, hogy... Ihatok most? Már a vendégek vagyok. Ugye, neked a házasságodból van egy ma 14 éves kisfiad, nagyfiad, mert hát 14 éves. Tessék, most is tőle jössz. Hát egy fiad. 14 éves úriember, az már komoly. Borzalmasan érdeklik a csajok most. Tényleg? Az elmúlt, most szeptember óta annyira elkezdett megint, és mond, ki akarta írni, hogy a falára, hogy hogy mondta, hogy a nők csak a gondot jelentik? Vagy mondta, apa, kiírom a falra. Mondtam, jaj, gyermekem, 14 évesen, nagyon kicsi vagy te még ehhez.
Tehát, hogy nem, de most ő, mm. ő de foglalkoztatja nagyon. Nagyon ezt. Szivacsként ő sportol, kosárlabdázik. Hála Istennek, nagyon jól csinálja, nagyon büszkék vagyunk rá anyukájával, jó tanuló, nagyon büszkék vagyunk rá anyukájával, és valahogy sikerült egy olyan gyermeket összehoznunk, és úgy szocializálnunk, hogy nagyon rendben vannak az értékei. És ez szerintem ez nagyon fontos. Ő is tiktokozik, majd fog biztos tinderezni is, meg ő is csinál, nem tudom olyan, de hogy úgy valahogy a szíve az nagyon helyén van. Nagyon sokat beszélgettünk erről. Tehát azért, amikor mi összejöttünk az Encivel, akkor nem az volt, hogy nulladik pillanattól kezdve. Na, Olivier, akkor mi az Encivel egy pár vagyunk, hanem szépen az anyukájával mi a mai napig mondhatom azt szerintem, hogy a legjobb barátok vagyunk. Tehát, hogy tényleg azt megbeszéltük, hogy a gyerekünk a legjobb, mindenről tudunk egymás életében mindent, de hogy szépen be akartuk vezetni a gyereket ebbe az egészbe, és a mai napig az van, hogy semmit nem akarunk erőltetni. A gyerek dönt, 14 évesen ezeket a dolgokat már el tudja dönteni, hogy ő mikor akar velünk lenni, mikor akarja ezt, mikor akarja azt, stb. És úgy szépen elkezdtük úgy rávezetni. Úgyhogy szerintem ilyen... Úgyhogy nincs titok ilyen szempontból sem előtte, hogy esetleg a tévét bekapcsolja. Hát de figyelj, tehát a mai világban szerintem nem lehet egy 14 éves gyerek előtt bármit is eltitkolni. Rögtön visszajön. És sokkal tempósabban szívják föl az információt, a környezetet, mint mi. Hát akkor csak egy nagyon kicsi példát mondjak erre, amit mondtál. Neki állt tanulni ma mellettem, ültem mellett az ágyon, és a telefonján elkezdtem én tiktokozni, mert az sajátomat töltött. És csak olyan videók jöttek föl, ami egy képen belül osztott képernyő egymás alatt, tehát hogy mind a kettőn külön-külön sztori folyik. És ez a, tehát hogy nem az van, tehát ez a 3 másodperces történet, hogy megnézem a képet Instagramon, már tovább is húztam, vagy a TikTokon, vagy Facebook, bárhol, hanem most már dupla, tehát 3 másodpercben dupla információ van, ami borzasztó, borzasztó. Igen, hát ezt látjuk szülőként, és ők földolgozzák, tehát erre vannak szocializálva. Igen. Ez az életük. Igen. Jön a második. Tehát akkor egymáshoz valók vagytok. Abszolút. Jó. Melyikkel menjünk tovább? Legyen a sárga. Sárga. Laci. Akkor én jövök. Mi az igazság? Hiszel a házasság intézményében? Uraim. Hú, én hiszek benne. Én nyíregyházi lány vagyok, és én mindig azt láttam, hogy szerelem van, esküvő van, gyerek van, boldogság van. El sem tudnám képzelni az életemet anélkül, hogy legalább egyszer ne vennék férjhez. Nagy fehér nekem... ruha, nagy család, csinnadrata. Úgy volt egyébként korábban, hogy férjhez megyek, de ez a kapcsolat úgy nem megromlott, nagyon ellaposodott. Nagyon nagy tisztelettel, és én kimerem jelenteni, és remélem ő is így gondolja, hogy barátsággal váltunk el, tehát mi ezt megbeszéltük, hogy ez így nem fog menni, sehogy sem, és ott én nagy esküvőt akartam, habos-babos. Mennyire nagyot? Hát egy olyan 150-200 fősebb. Mi hát, hogy már hát a család. A szőcsalád. Hát igen, meg ugye kollégák, barátok, innen-onnan, tehát hogy azért összeadódik, igen, sok kicsi sokra megy, és aztán úgy voltam bele, miután szétmentünk, hogy ha én legközelebb magamnak esküvőt szervezek, biztos, hogy nem akarok ennyi embert. Tehát nem akarok meghívni valakit mondjuk azért az esküvőmre, mert jaj, hát tudod, amikor Erzsike néni akkor azt mondta, és akkor milyen kedves volt, mert adott neked szilvalekvárt, hanem azt mondom, hogy jó, én meg nem tartom vele a kapcsolatot, tehát üljetek nyugodtan, tehát anya mondta ezt például, üljetek nyugodtan le egy kávéra, vagy menjetek át egymáshoz sütizni, de nekem ő annyira nem adott sokat az életemben. Igen, ez furcsa szemléletbeli kérdés egyébként, ami amúgy a tapasztalatom szerint idővel valóban változni szokott a nők fejében legalábbis, hogy az elején még, jó, kivéve az Edinkát, hogy az elején még ezt a nagyon nagyot és az óriási buli és mindenkit meghívunk, és aztán ha volt, ha nem olyan, valahogy az idő előre haladtával egyre szűkebben és egyre intimebb módon képzelik ezt el. Igen, én is valahogy így tudom elképzelni, hogy egy nagyon kis szolid ruhában bemenni,
tanúk előtt, tényleg a szűk család előtt, az anyakönyvvezetőhöz, meghitten kimondani egymásnak akár az eskünket, vagy a boldogító igent, finom hambas csókkal lezárni ezt az egész ceremóniát, és utána menjünk el, és együnk egy nagyon jót. Tehát, hogy én nem partit akarok szervezni, hanem én ezt meg akarom pecsételni akár egy ebéddel, vagy egy vacsorával. Na jó, de ez még csak az esküvő. De a Laci kérdése meg úgy szólt, hogy hiszel-e a házasság intézményében? Mert az esküvő után indul csak igazából a buli, hogy azt mondjam, mert mint a házasság tekintetében. A papíros együttlét. Igen. Egyébként fura dolog ez, mert olykor úgy gondolom, hogy a szerelemhez nem kell házasság, mert az anélkül is szerelem. De valahogy azt érzem, hogy nem tudom megmondani, hogy miért, de hogy ha én egyszer férjhez mennék, akkor tudom azt, hogy nálam ez működne. Hát ha nem, akkor az kellemetlen, de hogy hiszek ebben, hogy tud a ceremónia meg minden után is működni valami, hiszen mindenhez két ember kell, és egyszerűen muszáj, hogy valami összetartsa ezt a házasságot. Abban nem hiszek, hogyha mondjuk már van gyerek, és akkor csak a gyerek miatt nem elválni, ha esetleg oda megy a dolog. Mert azt gondolom, hogy az embernek néha azért kell annyira önzőnek lenni, ez nagyon csúnyán fog hangzani, de hogy kell annyira önzőnek lenni, hogy néha a saját boldogságát is előtérbe kell tudni helyezni, mert nagyon sokszor elfelejtjük azt, és egyébként én is ide tartozom, házasság gyerek nélkül, hogy annyit adok egy idő után magamból, hogy elfelejtek saját magammal törődni. Ez nem önzőség. Hidd el. Ez nem önzőség, csak önző. Igen, csak néha, amikor az ember nem hagy magának időt arra, hogy akár egy olyan zenét meghallgasson. Az a 3 perc, az kell. És néha úgy vagyok vele, hogy nem, mert ő fontosabb, meg ő. És akkor sokszor van ilyen még most is? Nekem sokszor, igen. Mostanában érzem azt, hogy sokszor, de nem bánom. Tehát azt érzem, hogy ebből is valahogy tudok töltekezni. Ez a fajta odaadás, önfeláldozás, hívjuk ez bárminek, ez azért szerintem néha vissza szokott ütni, mert egyszer csak bekattan, és azt mondja az ember, hogy na, már a rohadt dalt csalgathatom meg, és akkor viszont a másik ül ott, mert nem tudja, mert neki természetes az, hogy van kávéja, hogy meghallgatják, hogy stb. Csak ezt tudod, ez a nyuszik a francba a porszívóddal. És akkor nem érti a másik ember, hogy mi a baj, de te akkor teltél meg a saját önfeláldozásodban. Ebben igazad van, és erre is van sajnos példa az életemben. Tehát nem vagyok egy szent, és néha van, hogy én is elrobbanok. De te tudsz is úgy csattanni, nem? Hát, ha valamit én csattanni nagyon tudok, tehát... Tényleg van. Hát én csak a szakmai részét tudom. Ami nyilván, tehát mindig alázattal viseltettél a munkád iránt, a közös televíziós élményeinkről tudok csak beszámolni, de ha valami esetleg nem úgy jött össze... Dura? Igen. Pláne ha fáradt vagyok, azért azt tegyük hozzá, mert a mi kis élményeinkhez hozzátartozott a napi 4 óra alvás, de egyébként igen. Tehát ott azért vannak csattanások, hát ott a nyíregyházi vérem úgy kijön. Na, a nyíregyházi vér? Na, milyen az a nyíregyházi vér? Azon kívül, hogy csattan. Hát egyébként egy nyugodt típusnak tartom magam, csak ha sokáig böködnek, akkor már... Ne szurkálj! Először szólok, 6-odjára szól, 11-ére szól, de 11-ére már fölemelem a hangom. Figyelj! Akkor én csak 10-szer szeretnék vele találkozni. És... erről szoktatok egyébként beszélgetni Szabival a házasság intézményéről? Szoktunk. Általában én hozom föl ezt a témát. Ő egy kicsit ilyen, hát ilyen vonakodósabb. Most mondjuk ki, minden szépítés nélkül ő már ezen túl van. Ahogy túl van a gyermekáldáson is. Tehát neki ez se újdonságot nem okoz. Ellenben nagyon sokszor elmondja, hogy én azt szeretném, hogy te boldog legyél mellettem. És hogyha te erre vágysz, akkor igyekszem ezt neked megadni, de ő egy, nem tudom, hogy lett ő összerakva, de ő egy olyan férfi, akinek a házasság nem annyira fontos. Ő nem annyira romantikus, ő nem annyira bújós, ő nem annyira becézgetős.
ő máshogy fejezi ki a szeretetét. Nem azzal, hogy mondjuk megkéri a kezem. És én ezt elfogadtam, és nekem ezzel nincsen az ég egyet a világon semmi bajom. Jó, néha van, de le tudom nyelni. Mert még csak 10-szer szólt miatta. Egyébként lehet, igen. Te voltál a második. Jó. 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 Ez lesz a keményebb? Látod megint? Látod, Laci? Hát persze, mert a Laci az egész mi volt. Mindig ezt mondom, mindig a Lacitól félnek. Én nem félek. Ez amiatt félreismerek minket. Már parancsolgat. Neked is, nekem is. Tehát ő tart téged rendben. Rettegésben is tartalak, nem? Ha mondjuk ez igaz. Azt mondja, hogy mi az igazság? Hiszel a házasság intézményében? Órai. Nem vagyok ezzel szimpatikus, szerintem annyira nem. Annyira nem, mert úgy gondolom, hogy attól, hogy van egy papírunk valamiről, az nem változtat azon, hogy mi hogyan állunk egymáshoz. Tehát asszonynak, férjnek, feleségnek lehetne hívni az embert bármikor egy pár kapcsolatba. Szóval én ilyen szempontból annyira nem. Nem vagyok házasságellenes, tehát ez nem azt jelenti, meg voltam házas. Hány évig volt ez a házasok? 10, meg fog ölni a Kriszti, 2-3, azt hiszem. De és annak idején, amikor elvetted a volt feleségedet, akkor se hittél a házasság intézményebe? Nem. Tényleg? Nem. Én akkor úgy éreztem, így a 30-as éveim elején, hogy ez oda datálható, hogy amikor a 30 éves születésnapomat ünnepeltem, és valamikor hajnalba mentem haza taxival a Piafból, vagy a Fészekből, már nem emlékszem, és beültem a taxiba, és azt mondta a taxis, művész úr, megint egyedül? És akkor azt mondtam, hogy ez nem jó így. Ez nem akarok olyan lenni, mint ott lenne a Fészekben, hogy akkor úgy gondoltam, hogy akkor szeretnék családot, és szeretnék egy gyereket. És akkor kezdtem el érezni azt, hogy jó, most már egzisztenciálisan, érzelmileg és főleg agyilag eljutottam már arra a szintre, hogy tudok gondoskodni egy gyermekről. És mondom, nem csak egzisztenciálisan, mert azt szerintem az is nagyon fontos, de az sokkal fontosabb, hogy az ember fel tudja azt dolgozni, hogy ő apa valakiért, vagy valakikért felelős. És akkor mondtam a volt feleségemnek, hogy akkor én szeretnék egy gyermeket, és azt mondja, hogy oké, jó, de előbb el kell venned feleségül. És akkor így, tehát akkor sem hittem ebbe, és tudom, hogy a lányoknak ez nagyon, nőknek, asszonyoknak ez nagyon fontos, mert a habos-babos ruha, az este, ami csak róluk szól, meg stb. Pont. Igen, tehát ez nem, neked nem jön természetesen. Nem, meg szerintem egy elválás, egy válás az érzelmileg így is úgy is csúnya, független attól, hogy most van. Tehát, hogy az meg talán még egyel nagyobb nyűg, de... És az Enikővel beszélgettek erről a témáról? Persze, hát az nálunk azért egy topik. Tehát reggeli, 10 órai házasságról beszélgetés, ebéd, Ennyire nem, de igen, és tudom, hogy ő nála már ez idejében van, és hogy ezt ő szeretné, és hogy erre ő vágyik, és akkor mindig beszélgessünk, mindig mondom neki, hogy oké, hogy csak... Tehát, nem jön. Nem az, hogy nem jön, hanem hogy tehát én úgy vagyok, hogy soha nem mond, hogy soha, de hogy nem érzem indokoltságát a jelen pillanatban, és ezt ő tudja, és ez nem azt jelenti, hogy ne szeretném eléggé. Ez abszolút nem ezt jelenti. Ez nem azt jelenti, hogy bármi problémánk lenne egymással, hanem azt jelenti, hogy most, tehát hogy ez nem egy olyan történet, aminek most meg kellene. Hadd mondjak valamit, Szabi. Majd reményeim szerint, hogyha időd engedi meg kedved hozzá, akkor megnézed majd ezt a
páros videót, amit most rögzítünk. Képzeld, nekem az volt az érzésem, amikor ugyanezt a kérdést ugye tettük fel az Enikőnek, hogy ő ezen már átrágta magát. Tehát úgymond elfogadta azt az álláspontodat, hogy ahhoz, hogy két ember boldogan családként együtt éljen, ahhoz nem feltétlenül szükséges maga a házasság, mint intézmény. Én szerintem ebbe a témába ő úton van még. Tehát, hogy lehet, hogy bizonyos részleteit elfogadta, már szerintem a teljes egészét nem. Ismerem. Tehát az Enci egy Disney rajzfilm figura. Tehát, hogy olyan melyik szempontból... Mert a barátaim azt szokták mondani, hogy mi úgy működünk, mint a Dallas, és én vagyok Jockey. Na, ezt én kikérem magamnak, mert egyébként ne nézzél. Szerintem nem működtem. Samantha. Szabonta! Nem, a rajzfilm figurára arra gondoltam, tehát leginkább a Disney légkörre gondoltam, hogy ez a nagyon idéllű, nagyon szép. Akkor ő a Szépség és a Szörnyetekből a Belle, mondjuk. Ha nem, azt nem tudom, hogy meg, de akkor én vagyok a Szörnyetek. Aha, igen, de az egyébként egy jó pasi, csak tudod, egy ideig ilyen izé. Na, szóval Disney hercegnő és izé. Csillámporcsillám. Ilyenek látod egyébként? Ő ilyennek mondja magát, és nagyon sok mindenben egyébként az. Nagyon sok mindenben két lábon áll a földön, és abszolút. De hogy például a kettőnk között Ying és Yang, ahogy mondtam, a romantika például. Ő nagyon romantikus. Én az a fajta férfi vagyok, aki úgy érzi, hogyha most ő neki áll romantikusakat mondani, romantikusakat csinálni. Kisé esetlen. Akkor kisé esetlen ilyen Hugh Grant figura, akkor az pont abból a erős alfahímből vesz tehát el. Tehát azt érzed, hogy elveszted akkor a tökeidet. Igen, hát pontosan. Jó, de meg nem szó szerint csak nem akartam így mondani. Nyugodt. Na, és, hát, és bennem azért van egy romantika, jaj, ne. De mi az, ami már romantikus, és mi az, ami még nem? Hú, nem tudom, az Enci nagyon sokszor mondja azt, hogy de hát te romantikus vagy, mert vannak romantikus gesztusaid, meg romantikus dolgaid, és biztos, tök jó, nem tudom. Mondd, hogy melyik volt az, többet nem csinálom. Igen, valahogy nem, azért nem. De a harmadik boríték a piros, ami az enyém. Tomi. Igen, és egyébként már a Laci részben érintette ezt a kérdést, de azt most egy kicsit még ezt bontsuk ki és fejtsük meg. Ja. Mi az igazság? Gyerek? Hát akkor óra indul. Hát kell hozzá a házasság? Nem. Nem. A csúnyán mondva, a kettő közül nekem inkább a gyerek a fontosabb. Tehát az esküvő az már inkább csak a ráadás lenne a végén. Nekem a gyermekáldás az már egy jó pár éve a fejemben van, de az a helyzet, hogy még ugye, tehát bennem nagyon dúlnak ezek az anyai ösztönök. Tehát szeretem őt is, szeretem a szüleimet, szeretem a szűk családot, tehát mindenkit szeretek, csak bennem már burjánzik egy olyasfajta szeretet, amit hiába adnék át a páromnak, a szerelmemnek, nem úgy tudom átadni. Tehát egy ilyen anyai gondoskodás, anyai szeretet van bennem, ezt meg se tudom nagyon fogalmazni, de hogy már érzem, hogy ez így jön neki belőlem. Úgyhogy a gyerek téma még egyelőre azért várat magára, de én nagyon pozitívan állok hozzá, és nagyon az van bennem, hogy érzem már, hogy most már szerintem lassan jönni fog. Szerinted van ideális életkor arra, hogy egy nő mikor váljon anyává? Hát most hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincs, de szerintem van. Tehát az ilyen-olyan kockázatok miatt szerintem azért érdemes. Oké, nyilván be van határolva. Na, időben. Tehát hogy... Rendben, de hogy fiatal anyukának lehet-e jobb lenni, vagy idősebbnek is lehet ugyanolyan jónak lenni, vagy tök más lehet a kettő? Ilyeneken gondolkodsz? Gondolkoztam, én mindig fiatal anyuka szerettem volna lenni, tehát úgy értsétek, hogy ilyen 20-21-22-23 maximum, tehát hogy én ott jó, már... Hogy ez ennyire komolyan... Igen, mert az én édesanyám 21 éves volt, amikor a világra hozott, és egyébként
ő rajta néha ezért éreztem, hogy talán még túl korán jöttem. Tehát... Az miben lehet érezni? Hát, hogy úgy elmúltam már ilyen 20 éves, és ő akkor elkezdett járni, úgy azért egy kicsit csajokkal így elmenni bulizni. Hiszen még csak 41 volt. És azt éreztem akkor rajta, hogy ő amúgy elmehetett volna 20 éves korában is bulizni, de ő otthon maradt a pici babájával. És nem tudom, hogy egyébként ezt majd egyszer tőle meg fogom kérdezni, hogy nem jöttem túl korán, hogy jó volt ez így neked, hogy megéltél mindent az életedben, amit akartál, de én azt gondolom, hogy jobb, hogy nem lettem 20-akárhány évesen anyuka, mert azt érzem, hogy most már benőtt a fejem lágya annyira, hogy sokkal felelősségteljesebb szülő lennék, ha akár most lennék már anyuka. Van egy családképed otthonról. Veled szemben kimondott, kimondatlan elvárások vannak otthonról, hogy na, most már, de itt az ideje. Kapom az ívet anyától azért. Anyukám egyébként egy nagyon csinos, tényleg nagyon... A mai napig, ha bárki meglátja az utcán, nekem az egyik volt, nem volt, mert még most is barátom, de az egyik barátom azt mondta, hogy anyukád úgy néz ki, mint egy díva. És anya annyira csinos, hogy most már én kezdek úgymond öregedni, tehát most már nagyon afelé megy a történet, hogy lassan már húgomnak fogják nézni, tényleg nagyon jól néz ki anya. És mindig mondja anya, hogy ő ilyen nagyon csinosan szeretne nagymama lenni. Tehát, hogy... Na. De hát finoman megjegyezte. Igen, meg vannak ezek a ilyen bevásárló központokban lehet ilyen matricát gyűjteni, a matricát belerakod a kis albumba, és akkor gyerekek ott tudnak lapozgatni, játszani vele, stb. És anya egy időben gyűjtötte ezeket, meg megvette az albumokat, meg minden, hogy majd ő az unokájának ebből tudjon mesélni. Úgyhogy ő is készül már erre. Milyen jó a nyoma. Igen. Most rakjuk fel az íra a pontot, mert jön Tomi kérdése. Igen. Csak ez pont lejárt, és ezért itt nyomogattam. Igen, ja, igen, jön az én kérdésem. Joki a közjegyzői Samantha. Hagyjál már tényleg! Dobál tollal! No, jön az én kérdésem. Mi az igazság? Gyerek, óra indul. Ja, hogy ez, ja, hogy mi gyerek? Gyerek? Nem tudom, milyen hangsúlyát tegyem föl. Így. Gyerek. Értem. Értem a kérdést. Köszönöm a kérdéseket. Nem vagyok ellene. Én azt gondolom, a Covid nagyon ijesztő volt. És a mi szakmánkra nézve nagyon ijesztő volt a Covid. Azért ott volt másfél év, hogy nem, tehát hogy nem csak az, hogy anyagilag nem volt bevételünk. Mondjuk én végig dolgoztam mindenféle zenei háttérmunkák miatt, szervezés, segélyezés, stb. De az egy nagyon ijesztő momentum volt, hogy mennyire ki van téve az ember bárminek, és főleg a mi szakmánk. Mert rá kellett jönnünk az, hogy hiába szeretnek az emberek koncertre járni, dalokat hallgatni, videoklipeket nézni, stb. Amikor van egy ilyen szituáció, akkor te rögtön lecsúszol a sorrend legvégére. Mert akkor már nem jársz színházban, nem jársz moziban, nem hallgatsz zenét otthon, mert az ingyen van, mondják, de egyébként az se, de hogy nem jársz koncertekre, innentől kezdve nincs bevétel. Ahhoz, hogy az ember anyagilag felelős tudjon lenni egy kis életért, azért olyan körülmények kellenek végig, ami beton biztos egy ilyen krízis helyzetbe is. És lekopogom, hála jó Istennek, nem élünk rosszul, tehát nem kell nélkülöznünk, de nálunk benne van az a pakliba, hogyha az enci terhes lenne, és gyermeket venne, akkor mi megszűnünk addig, mi nem tudunk addig dolgozni. Akkor nincs bevételünk. Ja, akkor, hát ugye igen, utána, mert az a zenekar. Igen, tehát hogyha igen. Ő kihullik a munkából, én is kihullok a munkából. Oké, hogy én is csinálok mellette másokat, az Enci is mondjuk színházazik, az sincs,
És akkor persze tudunk írni másoknak zenét, stb. De hát pontosan tudjuk, hogy egy gyerek milyen nélkülözéssel jár anyagilag. Nem, és nem az van, hogy nem lehet ezt megugorni, mert meg lehet ugorni. Csak most jelen szituációban úgy gondolom, hogy még jobban kell ehhez alapozni. Plusz neki is, ő benne is azt látom, hogy vannak még dolgok, amiket még át kell agyban neki ahhoz fordítani, hogy ő meg tudja élni az anyaságát. Sajnos nagyon sok olyan anyát látok, akik bevállalnak egy gyereket, és jön a szülés utáni depresszió, és hogy ez a nem biztos, hogy úgy erre számítottam, nem készültem föl rá, még fiatal vagyok hozzá, vedd át a gyereket, nem akarok sírni, te vállalat kell jön föl. De is azt gondolod, hogy ő ez lenne? Ezt nem lehet előre így kijelenteni. Hát de valamiért tartasz ettől, tehát feljön ez. Vannak olyan momentumok nála, amiben azt érzem, hogy nehezen tudná a mostani bioritmusát egyik pillanatra a másikra megváltoztatni. Azt mondod, hogy ő még nincs kész arra, hogy anya legyen? Nem azt mondtam, hogy nincs kész, azt mondom, hogy nem teljesen van még készre. Itt jön egy matek. És most megpróbálok átülni a te oldaladra, a te helyzetedbe. Biztos vagyok benne, de cáfolj meg, hogyha én tévedek, hogy ketyeg benned az ő biológiai órája. Azaz, 3 éve vagytok együtt, és egy férfi-férfiben ott van egy óhatatlan felelősségtudat, hogy fogy az ő ideje. Igen. És ebben biztos vagyok, hogy te ezen gondolkozol. Persze. Természetesen gondolkozom rá. És azon, hogy te 15 évvel idősebb vagy nála? Azon nem. Az nincs benne ebben a képletben? Nincs. Ez nem számít. Igen. Tehát, hogy most... Jövő hónapban leszek 48, ez kimondva, úristen, de vén, meg én belül nagyjából egy 32 éves. Ennyi voltam, amikor a legkisebb gyerekem született. Érted, tehát, hogy ez nincs, ez nincs benne. Nem, tehát, benned az ő órája van, igen, benned. Abszolút, persze, hogy ketyeg. Tehát azért, és ezen vívódsz? Hát, hogy ne? Természetesen. Hát, összeillő pár vagytok? Igen. Vívódok rajta. Tehát hogy ne vívódnék rajta? Tehát bennem nincs az, hogy ó, én tudom, hogy nem, csak elhimi-humizom a dolgokat. Vagy, tehát nincs ez. Nincs ez. Tehát pontosan tudom, hogy ő mire vágyik. És van egy ilyen belső vívódás ebből abszolút. Tehát jól látod. Meg fogod adni neki? Hát azt a jó Isten tudja. Mennyi idő van még ebből a kérdésből? Fél, mit lehet erre mondani, meg fogod adni? Hát, igen, remélhetőleg, nem tudom, biztos fog. Tehát, hogy ő ettől van mindig kibukva, amikor én ilyen választ adok. De ez nem kitérő válasz, hanem ez egy olyan válasz, hogy... Mert ha azt mondom, hogy igen, akkor a következő kérdés, oké, mikor? Hát... Igen, egyébként végig gondoltam most a te érvelésedet, amit például a munkával, egzisztenciával, Covid-dal, most éppen egy háború zajlik a szomszédban. Iszonyatosan félek tőle. Nagyon sok minden történt az elmúlt 3-4 évben a világban, ami a hétköznapokra elképesztő hatással volt, és jellemzően negatív hatással. És hirtelen, ami bevallom őszintén, nekem eszembe se jutott, de hát ti ezen bőven túl vagytok ezen a gondolkodási folyamaton, hogy ti tényleg együtt álltok a színpadon, ugyanaz a mesterségetek, és ott nincs olyan, hogy jó, hát majd, hogyha a zeneipar leúlik, akkor a másik bankba dolgozik, és nem, mert ti együtt vagytok fent, vagy együtt vagytok lent. Pontosan. És ez gyerekekkel szemben, ez tényleg egy örjítő, belső, örlődő feszültség, mert az ember ugye, és szerintem erre se kell semmit mondani,
a meg nem született gyerekért is aggódik. Hát hogy nem, mert miután már van egy gyermeke, tudod, hogy ez mekkora felelősség. Ez az őrült nagy felelősség. És most nem arra gondolok, hogy most leülök vele tanulni, vagy nem ülök le vele tanulni. Hanem arra, hogy mennyire tudok neki mindent biztosítani, érzelmileg, hogy hogyan, utálom ezt a szót, de hogyan tudja szocializálódni azt a saját gyerekedet, hogy, hogy a társadalom szempontjából egy értékes ember legyen, hogy büszke legyél rá. Hát jó, meg természetesen, ő magára legyen büszke. Hát, hogyne, hogy olyan gyerekkora legyen, hogy nekem az nagy félelmem volt, hogy, hogy a gyerekem soha nem mondhassa azt 17, 18, 20, akárhány évesen, hogy apám egy tetű. Mert én nem vagyok elvált szülők gyermeke. Én nem tudom, hogy az milyen. És soha nem akartam megadni ezt a saját gyerekemnek, hogy ő pedig ezt megtapasztalja. Tehát, hogy ez nekem egy őrült nagy vívódás volt annak idején. És a mai napig is az. Tehát, hogy itt, tehát egy gyerekbe bekönnyeztél? Igen, mert én sem elvált szülők gyereke vagyok, viszont én is külön vagyok. Tehát pontosan tudom, hogy miről beszélsz. És pont azért akartam megkérdezni, hogy mennyit kompenzálsz? Szerintem amennyit lehet. Rengeteget. Rengeteget. Ez a feladatunk. Ez, abszolút. Képzeld el, hogy most eszembe jutott még egy gondolat, hogy én például azért félnék egy második gyereket bevállalni, mert nem tudnám, hogy az én fiam azt hogy élné meg, hogy valaki mást is szeretek. Ez is benne van, de úgy gondolom, hogy van annyira jó kapcsolatom a gyermekemmel, hogy ezt egy adott pillanatban meg tudjam vele beszélni. Hát igen, de akkor is benned van. Persze. Benned van, és aztán, amikor mégis megléped, akkor rájössz arra, hogy adsz az első gyerekednek valamit, ami mindennél fontosabb, testvért. Mert sokszor mi felnőttek, felnőtt aggyal próbáljuk megérteni a gyermekeinket, ami sokszor jó. De aztán van, amikor ennek van egy másik oldala. A lányom 32 éves, van két fiam. És látom őket testvérként. Mekkora korkülönbség van köztük? 16 a nagyobb fiam, 13 a kisebb. Tehát akkor egy nagyjából 15 év korkülönbség van. A kettő a között van 16 év korkülönbség. És most azt mondom, hogy felnőtt fejjel is ez nekem egy hatalmas megnyugvás, ez önző. Uh-huh. Mert azt mondom, hogy ha itt kimegyek, előtt az autó, ott a nővérük adott esetben, hogyha már senki nem tud vigyázni rájuk, mert az anyukájukkal vagy velem történik, valami Isten ne adja, akkor még mindig van egy B-terv, hogy van egy nővérük. És ez is egy aspektus. Ez is egy aspektus. Pontosan. Annyi nézőpont van. Na nézzük! Enikő igazát. Ez érdekes. Ebből kimaradtunk. Na! Enikő igazsága, minden értünk van. Minden. A jó, a rossz, a csalódás, a boldogság, az öröm, az eső, a száraz, minden. Minden értünk. A piros lámpa, minden. Minden azért van, mert valahonnan kapunk mindig egy útmutatást. Jó úton jársz, nem jársz jó úton, ne siess, ne rohanj, nincs értelme. Rengeteg olyan alkalom volt, én ugye Nyíregyháza és Budapest között nagyon sokat ingázom. És volt olyan alkalom, amikor otthonról indultam el, és Szabi mondta, hogy a mosogatógépet pakoljam be. Ja nem, akkor még nem működött a mosogatógépünk, most már működik, akkor még kézi mosogatás volt, és mondta a Szabi, hogy fia, ott van az a pár bögre, hogy mosd már el, hogy most hétvégén ne álljon ott. Ja. Nem volt kedvem, de elmosogattam. És elindultam az autópályán, és beleértem egy megállásba, tehát amikor ugye baleset van az autópályán, nem viccelek nektek, 200 méterrel előttem történt a baleset, tehát láttam, hogy a mentőhelikopter leszáll, és arra gondoltam, hogy Szabi nekem akkor az őrangyalom volt, mert hogyha nem kér meg arra, hogy azt a három bögrét mosogassam el, akkor lehet, hogy velem történik meg ez a dolog. Tehát piros lámpáknál ugyanez. Rohanok, sietek, úristen, nagy késés, dugó van, stb.
és csak átmegyek a piros lámpán, mert becsúszik, kinek nem, mindenkinek csúszott már be ilyen, és utána jut eszembe, hogy nem kell rohanni, nem kell. Az a lámpa, az most értem lett volna, de akkor a következőnél meg fogok állni. Szóval én ezen aspektus alapján élem az életemet, hogy minden értünk van. Minden. Ez a te élet filozófiád. Igen, ez az enyém. Mondj igazat, betörik a fejed. Mosolygós jel. Most azt, hogy igen, ez a te igazságod. Én nagyon sokszor vagyok fájón őszinte. Tehát, hogy tudom, hogy a kegyes hazugságok mennyire jók, meg hogy szépen, nagyon sokszor igyekszem becsomagolni a mondani valómat, bár akkor is iszonyú bántó tudok lenni. De nem bántó akarsz lenni? Nem akarok bántó, soha nem akartam bántó lenni. Frankó akarsz lenni. Abszolút, egyenes, nyílt. Tehát, hogy én, és sajnos ebből nagyon sok problémám származik, főleg most az utóbbi időben, de hogy az igazság érzetem valahogy nem hagy nyugodni. Tehát, hogy van egy szituáció, amiben én, vagy valamelyik szerettem bekerül, vagy valami, és ott nincs igazság, vagy az a mérleg, az nem ő feléjük dől, holott tudod, hogy az az igazság, akkor borzalmasan el tudok menni a falig, és még azon is túl is, és ebből... És közben tudod, hogy majd jön a pofon? Igen, persze. Hát annál többször megcsináltam, hogy ne tudjam, hogy ha azon az ajtón benyitsz, ott egy pofon van, oké. És már be is léptem, mert egyszerűen nem hagyni, hogy az igazságot beszélsz. Wagner Tamást hallottuk. Kb. Ti nagyon nagy barátok lehettek. És az ember még... Én egy ilyen... Van egy olyan rossz hasonlat, hogy mindig el szoktam mondani, én olyan vagyok, mint egy cápa. Úszok előre. Ha nem tudok előre úszni, akkor megdöglök. Tehát nekem valamit mindig csinálnom kell, vagy mindig pezsegnem kell. Rengeteg dolgot csinálok egyszerre. Már azt a kritikát is megkaptam, hogy iszonyatosan sokat pofázok. De hát egy ilyen verbális ember vagyok. Tehát, hogy művész emberként az önkifejezés az nekem nagyon fontos. Vagy a dalaimban, vagy verbálisan, vagy dalszövegekben valahogy. Ezért mindig szeretném magamat kifejezni, és fontos a feedback, hát ebből élek, hát ezek hatnak rám, ezek az inspirációk, ebből tudok alkotni visszafelé. A színpad is úgy működik, fönnállsz a színpadon, lennáll a közönség, te játszol valamit, ők nekiállnak sikítani, tapsolni, az téged akkor még jobban, és ez oda-vissza megy ez a játék. Tehát az egész életem erről szól. Nagyon szépen köszönjük az őszintességedet. Nagyon köszönjük szépen az őszintességedet. Nekünk jó eset, nem törjük be a fejed. Nekem jó? Is. Jó volt veletek. Vagy legalábbis majd, ha kikapcsoltátok. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.